2 milliárdos beruházás, a Polyák-Bokori szennyvíztisztító telep fejlesztése 8000 korábban csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódott meg. Komfortos környezetben átadták az új rehabilitációs épületet és a felújított régi tömböt a Józsa András oktatókórházban. Javuló szolgáltatás, 18 új szelektív hulladékszállító autót állít forgalomba a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás. Több mint 2 milliárd forintból korszerűsítették a Polyák-Bokori szennyvíztisztító telepet. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A beruházás a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program keretében valósult meg. A fejlesztéssel 8000 korábban csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódott meg. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának keretében az elmúlt években felújították a régi vezetékeket, valamint bővítették is a hálózatot. Több mint 180 kilométer új vezeték épült, és újabb 8000 ingatlan csatlakozott a rendszerre, amely 20000 lakost érint. A program részeként korszerűsítették a Polyák-Bokori szennyvíztisztító telepet is, amelyben az iszapkezelés során keletkező biogáz, gázmotorokban történő elégetésével villamos áram és hő előállítása történik, amely jelentős mértékben járul hozzá a telep gazdaságos működtetéséhez. Ez nagyon fontos, hogy ez a megnövekedett szennyvíz mennyiség, illetve az alapból az egyes számú szennyvíztisztító telepet már leterhelő mennyiség átkormányzására van lehetőség. Itt azok a városrészek, amelyek a 8 km hosszú nyomó vezeték mentén találhatóak, itt a Debreceni úttól a Borbányán keresztül végig, ide a 2-es számú szennyvíztisztító telepre dolgoznak. Ez az a szennyvíztisztító telep, amely a mintegy 20000 lakost érintő megnövekedett szennyvíz mennyiség tisztítására a legmodernebb technológiával ad lehetőséget. Itt mögöttem ugye a iszaproszható torony található, azért nagyon fontos, hogy az energiaellátásában is azért a zöld irányba ment el ez a telep, hiszen gázmotorral rendelkezik a termet, gáznak a felhasználásával igyekszik majd az üzemeltető nyilván a legoptimálisabban üzemeltetni ezt a szennyvíztisztító telepet. A fejlesztés eredményeképpen jelentősen csökken Nyíregyháza város és agglomerációjának talajvízszennyezettsége, s mindez környezetvédelmi szempontból is komoly előrelépést jelent a térség számára. A rendszer bővítésével a csatornázottságban közel 100%-os lefedettséget értek el. Lényegében elmondható, hogy Nyíregyházának a csatornázottsága 96% körüli. Ez nagyon magas szám, nem csak az Európai Unióban is, de Magyarországon pedig a vidéki városok között úgy gondolom, hogy kiemelkedő. Meg kell említeni, hogyha egy kicsit a számokról beszélünk, egy 10,3 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatást kapott vissza nem térítendőt a város, és sikeresen pályáztunk a projekt megvalósítása elmúlt 2 éves időszakában, mint egy 1,3 milliárd forint önerő támogatásra. Ez a saját erőnket még ezen felül csökkentette. A projekt záró rendezvényen az is elhangzott, hogy a próbaüzem már sikeresen lezajlott a megújult szennyvíztisztító telepen, így az üzemeltető Nyírségvíz ZRT már rendszerszerűen használhatja a létesítményt. Átadták az új rehabilitációs épületet és a felújított régi tömböt a Józsa András oktatókórházban. A fejlesztés egy uniós projekt keretében valósult meg, mintegy 500 millió forintból. Az átadó ünnepségen elhangzott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közel 2/3 a központhoz tartozik, így az mintegy 400000 lakos rehabilitációs ellátását biztosítja majd. A 4,3 milliárd forintos rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban című projekt keretében fejlesztések valósultak meg a Nyíregyházi és a Nagykállói kórházban. Ennek eredményeként Nagykállóban már működik a pszichiátriai rehabilitáció, emlékeztetett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház főigazgatója. A Dorján Gusztáv kiemelte, most egy évvel a nyíregyházi alapkőletétel után a fejlesztés befejeződött, azaz hamarosan a Szabolcsi megyeszékhelyen is elkezdődhet a betegek rehabilitációja. Ennek a projektnek itt a nyíregyházi telephelyen két része volt. Volt a régebbi rehabilitációs osztálynak a felújítása, ahol kisebb kórtermeket, vízes blokkal ellátott, komfortosabb kórtermeket tudtunk kialakítani, illetve az az épület, ahol most is vagyunk tulajdonképpen, ez egy vadonatúj 1200 négyzetméteres, kétszintes fizioterápiával különböző eszközökkel, tehát víz- és balneoterápiához hasonló beavatkozásokkal tudjuk a betegeinket gyógykezelni.
A beteg és környezetbarát egészségügyi rehabilitációs osztályon többek között víz alatti vízsugármasszázzsal, szénsavas fürdőkádban, modern gyógytornatermekben gyógyulhatnak majd a betegek. Itt leggyakrabban az úgynevezett neurorehabilitációs betegek, tehát elsősorban a sztrókon, tehát az agyi történésen átesett betegek, a különböző bénulásokban szenvedők, az olyan ideggyógyászati betegségekben szenvedők, akik elsősorban végtagbénulásokban szenvednek, valamint hát ide tartoznak természetesen még az a végtagamputáltak, ide tartoznak a különböző baleseti sérülteknek a mozgásszervi rehabilitációja. A klasszikus mozgásszervi rehabilitációhoz kapcsolódóan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közel kétharmada ide tartozik, azaz mintegy 400 ezer lakos ellátása lesz itt biztosított. A kardiológiai rehabilitáció területén pedig Nyíregyházát és kistérségét fedi le a központ, ez 170-200 ezer embert jelent. Vasárnap éjfélig meghosszabbította a korábban kiadott hőségriadót az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat. A következő napokban sem lesz enyhülés, folytatódik a kánikula, a napi középhőmérséklet szinte mindenütt 25 fok felett, sokfelé 27-29 fok körül alakul. Az országos tiszti főorvosa a jelenleg is érvényben lévő hőségriasztást eredetileg múlt szerdától adta ki, amelyet egyszer már meghosszabbított és egyben harmadfokú szintre emelt. A mostani hosszabbítással már biztos, hogy a magyarországi hőségriasztások rendszerében ez lesz a valaha kiadott leghosszabb figyelmeztetés. 10 napos riasztásra már korábban is volt példa, a mostani azonban már 11 napos lesz. 18 új szelektív hulladékszállító autót állít forgalomba a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás. A megyében 3,2 milliárd forintos uniós támogatásnak köszönhetően újul meg a szilárd hulladékszállítás. A több részből álló projekt lassan a végéhez ér. Jövő héttől kezdik kiosztani a megye 100 ezer háztartásába a hulladékgyűjtő edényeket. A fejlesztések után a lakosság a legmodernebb hulladékszolgáltatást veheti igénybe. Csökkentik a hulladék környezetszennyező képességét, fejlesztik a hulladékrendszert, mechanikai, biológiai előkezelőket telepítenek és új eszközöket szereznek be a több milliárdos beruházásnak köszönhetően. A nyíregyházi telephelyre már mind a 100.240 literes hulladékgyűjtő edény megérkezett, amit jövő héttől kezdenek el kiosztani a lakosság részére. Ez a beruházás közel 240 település 100.000 lakóját érinti. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás több eszközt, illetve beruházást valósított meg. Ez a következő lépcsője ennek a projektnek. Ugye beszéltünk már 100.000 darab szelektív hulladékgyűjtő edényről, kisvárdai, nagyecsedi és nyíregyházi telepeken a hulladék kezeléséről. Ez most egy újabb lépcsőfok, ez a 18 darab szelektív hulladékgyűjtő autó. Ezt a társulás településein fogjuk használni akár már jövő héttől. A szelektíven a háztartásokban összegyűjtött hulladéknak a begyűjtésére. Az új autók a legmodernebb technológiával gyűjtik és szállítják majd a hulladékot, a szelektív gyűjtés ezután komfortosabb és magasabb színvonalú szolgáltatás lesz, mint az eddigi zsákos megoldás. Nem csak a lakosságnak lesz kedvező a beruházás, de környezetvédelmi szempontból is előnyös a változás. Ennek az lesz a következmény, hogy tovább nő a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, tehát tudatosul az emberekben, ha ott lesznek erre szolgáló eszközök, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, és ennek eredményeképpen nyilván csökken a lerakott mennyiség a társulásnak a lerakóiban. Ez fontos indikatív forrás is az Európai Unió felé is számukra, illetve a környezet védelme szempontjából egy nagyon fontos lépés, és a keletkezett nyersanyagot pedig értékesíteni tudjuk remélhetőleg minél jobb áron a piacon. A projekt célja a szelektív hulladékgyűjtés kialakítása, valamint a vegyesen gyűjtött hulladék stabilizálása. A fejlesztések után a megyei hulladékszolgáltatás ugyanolyan szintű lesz, mint az ország bármely más régiójában. Az első magyar környezettudatos szociális országos szövetkezet vállalása, hogy közel 2800 hátrányos helyzetű, alulképzett, tartós álláskeresőnek ad hosszú távú, a közmunkánál magasabb bérezésű munkát uniós támogatással. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkavállalók közül ma sokan Nyíregyházán a kormányhivatal előtt tüntettek. Elmondásuk szerint már több mint 2 hónapja nem kaptak munkát, se fizetést az ESZOSZ-tól, és többeknek alaptalanul szüntették meg a munkaszerződését.
mielőbbi változás, pozitív irányú változás szeretnénk elérni, mert nagyon sok ember éhezik, itt az iskoláztatás, nem tudnak az emberek mozdulni, papírjaink nincsenek, elállni, nem tudunk más vele dolgozni. Munkaügyi vissza nem regisztrál minket, akinek felmondtak még papírokat, mai napig nem kapták vissza, így a munkanélküli központ se tud semmit csinálni velünk. Segélyre megint nem vagyunk jogosultak, de viszont mi nem segélyért jöttünk, hanem mi munkát szeretnénk, és rendes bérrel szeretnénk munkát. A tüntetők írásban kérték a kormányhivatal segítségét, petíciójukat a kabinet vezetőjének adták át. A helyzettel kapcsolatosan ma délután a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal sajtóközleményt adott ki, amelyben az szerepel, idézem, a kormányhivatal mind a munkáltató munkaerőigényének kielégítése, mind a munkavállalók panaszainak kezelése és kivizsgálása során a hatályos jogszabályi előírásnak megfelelően járt el. Az eljárások során különös figyelmet fordított arra, hogy mind a munkáltató, mind a munkavállalók igényeinek, elvárásainak a legmagasabb szakmai színvonalon tegyen eleget. Hiteltelen a reformok sikeréről szóló kormánypropaganda, és hiteltelenek az erről szóló óriás plakátok, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján Halmi József, az MSZP megyei alelnöke. A politikus szerint a 2010-es kormányváltás előtt is nőtt a minimálbér, amelynek később éppen az Orbán kormány szüntette meg az adómentességét. Folyamatosan a rendszerváltás óta 2003 kivételével minden évben emelkedtek a minimálbérek. Ők is emelték, igaz, felbruttósították és megszüntették a minimálbér adómentességét, ami a szocialista kormány idején működött, és így nem növekedett a nettója, ami az embereket érint, sőt bevezették a közmunka éjbért, amivel csökkent különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az embereknek ellátása, valamint a szociális ellátásokat csökkentették, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe rosszabbul élnek az emberek, mint 2010 előtt, ez kijelenthető. Folyamatosan érkeznek a búza adományok a Magyarok Kenyere program keretében a tímári gyűjtőhelyre. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Málenki robot címmel nyílt kiállítás a Mátészalkai Szatmári Múzeumban. Az augusztus 26-áig látható tárlat a II. Világháború végén oroszországi kényszermunkára elhurcolt 28 ezer kárpátaljai magyarnak állít emléket. A várakozásoknak megfelelően két mérkőzésen szerzett 6 ponttal kezdte a szezont a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyos János együttese csütörtök este 8 órakor Magyar Kupa mérkőzésen a Putnokot fogadja a Városi Stadionban. Vasárnap pedig bajnoki meccsen Nyírbátorban lép pályára a Spari. Folyamatosan érkeznek a búza adományok a Magyarok Kenyere program keretében a tímári gyűjtőhelyre. Eddig több mint 50 megyebeli és határon túli gazdálkodó 130 mázsa búzát ajánlott fel. Az összegyűlt adományok egy részét az ünnepélyes összeöntés alkalmával egyesítik, a búzát megőrlik, majd a lisztből készítik el az augusztus 20-ai kenyereket az összes megyei jogú város ünnepsége számára. Ezekben a zsákokban van a megye termelői által felajánlott búza, amelynek lisztjéből elkészítik az ország kenyerét. Az Agrárkamara a kezdetek óta részt vesz a gyűjtésben, és azt tapasztalják, hogy évről évre több adomány érkezik. Hál' Istennek több adomány gyűjt össze, talán a kamarán belül mi is a falugazdász hálózaton keresztül többet tettünk a siker érdekében. Az eredmények legalábbis azt mutatják, hogy több mint duplája összejött. A másik dolog talán az, amit említettem az előbb is, hogy volt egy nagy jégverés két járásunkban is, és azok az emberek, akik bajba kerülnek, azok szívesebben is adakoznak esetleg a rászorulóknak. Az egyik megyei gyűjtőpont Tímáron működik, ahová eddig több mint 50 megyebeli és határon túli gazdálkodó 130 mázsa búzát szállított be. Az összeöntés ünnepe augusztus 16-án a Mohácsi Szent Miklós vízimalomnál lesz, ahol a begyűjtött búza egy részét jelképesen megőrlik. Az országos záróesemény a Magyarok Kenyere ünnepe augusztus 20-án Pécsett lesz. 11-ben kezdődött ez az akció, mi újságból értesültünk egyébként erről a hírről, illetve hát a kamarába ugye járunk ülésekre, ugye a téma lett, és mivel elég nagy területet integrálunk, nagyon sok gazdát ismerek, rögtön felajánlottuk, hogy a körzetet megszervezzük, és hát kialakítjuk ezt a gyűjtőpontot.
vetőmagészállító Kft. Ennek a lebonyolítója. Az idén több adomány érkezett a határon túli magyar gazdálkodóktól is. Nagyon jónak látjuk ezt az összetartást, a magyar nemzetek az összetartását, úgy a kárpátaljai, mint az erdélyeket, mivel hogy egy közös kenyér, egy közös föld és egy közös tiszta levegő az nékünk az sokat számít, hogy meg az is, hogy egymáson tudunk segíteni, és egymásról hallunk, és egymást oktatjuk. A sütéseken felül megmaradt liszt nagy részét az erdélyi és a kárpátaljai árva gyerekek kapják, de az idei évben a nagy mennyiségű felajánlásnak köszönhetően minden magyarországi megye egy karitatív szervezete is részesül az összmagyar liszt adományból. Málenki robot címmel nyílt kiállítás a Mátészalkai Szatmári Múzeumban. Az augusztus 26-áig látható tárlat a II. Világháború végén oroszországi kényszermunkára elhurcolt 28 ezer kárpátaljai magyarnak állít emléket. Málenki robot. A II. Világháborút követően a szovjet katonák ennek az orosz kifejezésnek ismételgetésével hurcolták el a magyar polgári lakosság tömegeit a szovjet lágerekbe. Kovács Sándor országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta, fontos, hogy a határon túliak és az anyaországiak együtt emlékezzenek. Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő elmondta, a kiállítás célja, hogy Kárpátaljáról ne csak az orosz-ukrán konfliktus kapcsán beszéljenek, hanem ismerjék meg a múltját is. Európában, illetve az Európai Parlamentben manapság nagyon sokat beszélnek Ukrajnáról, ugye a sajnálatos módon jelenleg zajló orosz-ukrán konfliktus kapcsán. Egy picit érzékeltessem azt, hogy nem csak ez a része, nem csak ez a vonatkozása létezik Kárpátaljának, hogy ennek a nagy háborús konfliktusban álló országnak a része, hanem van egy olyan kis szegmense, hogy mint kárpátaljai magyarság, kárpátaljai magyar közösség, melynek a múltja és történelme szervesen a magyar nemzet részét és a magyar történelem részét képezi. A Málenki robot kemény fizikai munkát jelentett, melyre módszeresen válogattak össze férfiakat és nőket egyaránt, akik aztán akár 5 évig is kényszermunkát végeztek. Az elhurcoltakról az itthon maradottak csak elvétve jutottak információhoz. 28 ezer kárpátaljai került a sztálini lágerekbe. Az elhurcoltatnak legalább az egyharmada oda maradt. Hogyha ezt az egyharmados arányt vonatkoztatjuk le a kárpátaljai elhurcoltak esetében, akkor a 27-28 ezeres adatra vonatkozóan legalább 9-10 ezeren nem jöttek haza. És egyébként a túlélők visszaemlékezése is ezt támasztják alá. A kiállítást augusztus 26-áig hétköznapokon 8 és 16 óra között, hétvégén 10-től 16 óráig tekinthetik meg az érdeklődők a Mátészalkai Szatmári Múzeumban. A várakozásoknak megfelelően 2 mérkőzésen szerzett 6 ponttal kezdte a szezont a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese csütörtök este 8 órakor Magyar Kupa mérkőzésen a Putnokot fogadja a Városi Stadionban, vasárnap pedig bajnoki meccsen Nyírbátorban lép pályára a Spari. Toronymagas aranyesélyesnek számít az NB3 keleti csoportjában a Nyíregyháza Spartakusz, ahhoz azonban, hogy a bajnoki címet megszerezze, 32 meccsen a lehető legtöbb pontot kell gyűjtenie Mátyus János együttesének. 2 mérkőzésen már túl van a Spari, a Debrecen második csapata ellen hazai pályán 2-0, az Újpest 2 ellen idegenben 4-1-re nyertek a nyíregyháziak. Ha a 2 meccsen a játék nem is működött mindig tökéletesen, a végeredménnyel elégedett lehet a szakember. Pontjaink megvannak, ez a legfontosabb. Hétvégén felemás meccsünk volt újfent, hiszen az első fél időben nagyon sok technikai hibával játszottunk. Ez negatív volt, viszont nyertünk 4-1-re. Idegenben 0-1-re álltunk föl és fordítottunk. Ami még pozitív elem volt az, hogy egy fiatal csapattal játszottunk, és mégis fizikálisan feléjük kerekedtünk. Illetve volt egy játékos, aki 3 gólt is szerzett, ez nagyon-nagyon pozitív volt szintén. A 3 gólt a 26 esztendős Pölöskei Péter szerezte, aki korábban játszott többek között a Haladásban, a Ferencvárosban és a Debrecenben, Nyíregyházára pedig Pécsről érkezett. Örülök neki, hogy sikerült az a 3 gól. De természetesen kellett ez egy nagyon jó csapat mellettem, mert ennélkül nem sikerülhetne. Úgyhogy remélem, hogy egyre jobb formában lendülök, és ezt tudom folytatni.
Bár az aranyérmet sokan már előre odaadták a Sparinak, Mátyus János tisztában van azzal, hogy csak akkor lesznek eredményesek, ha minden meccsen a megfelelő motivációval lépnek pályára a játékosok. Úgy veszem észre két fordulatával, hogy az év nagy kérdése az lesz, hogy a tüzet mennyire tudom ébben tartani, hiszen egyénileg szerintem bármely csapatnál jobbak vagyunk, mind taktikailag, mind technikailag, de motivációs tényezőt nekem hétről hétre fönn kell tartanom, eddig sikerült, már csak 20-31 néhányszor kell, de szerintem ezzel se lesz gond. A Nyíregyháza Spartakusz a következő bajnoki fordulóban Nyírbátorban lép pályára, előtte azonban csütörtökön Magyar Kupa mérkőzésen 20 órai kezdettel a Putnokot fogadja a Városi Stadionban Mátyus János együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket. Még egyszer, röviden. Több mint 2 milliárd forintból korszerűsítették a Polyák-Bokori szennyvíztisztító telepet. A beruházás a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program keretében valósult meg. A fejlesztéssel 8000 korábban csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódott meg. Átadták az új rehabilitációs épületet és a felújított régi tömböt a Józsa András Oktatókórházban. A fejlesztés egy uniós projekt keretében valósult meg, mintegy 500 millió forintból. Az átadó ünnepségen elhangzott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közel kétharmada a központhoz tartozik, így az mintegy 400 ezer lakos rehabilitációs ellátását biztosítja majd. 18 új szelektív hulladékszállító autót állít forgalomba a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás. A megyében 3,2 milliárd forintos uniós támogatásnak köszönhetően újul meg a szilárd hulladékszállítás. A több részből álló projekt lassan a végéhez ér. Jövő héttől kezdik kiosztani a megye 100 ezer háztartásába a hulladékgyűjtő edényeket. A fejlesztések után a lakosság a legmodernebb hulladékszolgáltatást veheti igénybe. A Kölcsei Televízió szerdai hírműsorát látták. Friss hírekkel csütörtök este jelentkezünk. Híreinket addig is természetesen megnézhetik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is marad a forróság, a légköri frontok egyelőre még elkerülik a Kárpát-medencét, időjárásunkat igen meleg, többnyire száraz levegő alakítja, marad a hőség. Éjjel derült idő várható, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 36 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégén folytatódik a hőség, a jövő héten azonban megszűnik a kánikula, hétfőn már csak keleten emelkedik 30 fok fölé a hőmérséklet, de a 35 fokot már ott sem haladja meg, ugyanakkor kedvezőbbé válnak a feltételek a gomoly felhő képződéshez, vasárnaptól egyre több lesz a felhő, több felé valószínű ismétlődő zápor, zivatar.